A verseny előtt a résztvevők a pihenőparkban felállított kopjafánál emlékeztek meg Schmidt Ferencről és az elmúlt évben elhunyt sporttársakról. Ismét sikerült megrendezni a Maraton Környezetvédő Sportegyesületnek a Schmidt Ferenc terefutó bajnokságot. Honnan jelentkeztek a versenyre? Amint nézegettem a kiírást, illetőleg a jelentkezést, Székesfehérvár, Veszprém, Budapest, Pápa, szóval sok helyre jöttek, hál' Isten. Körülbelül hányan jelentkeztek? Hát ezt most nem tudom megmondani, majd a végén kiderül. Egy biztos, hogy ez a márciusi verseny lenne, amikor a pandémia sajnos elmaradt, és most sikerült ebben jó időben, kellemes környezetben megrendezni ezt a versenyt, és hát bízom benne, hogy még többen jönnek. Milyen távokon versenyezhetnek a jelentkezők? A legkisebbek 1 km teljesítenek, utána lesz egy 2 km-es táv, aztán 5 és 10 km, illetve van váltó is, 2x5 km-es váltó is van, és még lehet gyalogolni is, hogyha aki akar, kedvet érez abban. Vegyesen jelentkezhettek hölgyek és férfiak egyaránt? Ez igen, így van. A korosztályban volt valami megkötés? Van megkötés a korosztályunkban, de Isten igazából nem ragaszkodunk hozzá. Annak örülünk, hogy minél többen jönjenek el, és aki akarja a megfelelő távot, azt lefutja, és utána itt lesz egy babgulyás étkezés, zsíros kenyér, hidegsör, üdítő. Tehát próbálunk minden lehetőséget kihasználni, hogy mindenki jól érzze magát. Az utóbbi időben elég sok akadály gördült a sportolók elé is. Most sikerült egy kicsit eltolva ugyan, de megrendezni ezt a versenyt. Hogy érzi a futók, amatőr vagy akár profi futók, hogyan vészelték át ezt az időszakot? Mennyire népszerű most ismét a futás? Én azt gondolom, hogy a szabadtéri dolgok, a közös rendezvények, így a futás, kerékpározás, ez egy olyan nagy családot képez ebben a kis közösségben, hogy alig várják már, hogy legyen valami kis rendezvény, és ott találkozzunk, beszélgessünk, egy kicsikét fussunk is, mert azért vagyunk, de ez így jó. Ez nekünk így kell, és nem akarjuk a hagyományt megszakítani. Tavaly volt 50. évfordulója a futóversenyünknek, nyilván 51., tehát most kicsit el lett halasztva márciustól, de igyekszünk, hogy ez folytatódjon jövőre is. Mennyire vannak visszatérő versenyzők, vagy pedig újak? Is. Nagyon régi ismerősök vannak itt, akik már ezelőtt x évvel is itt tevékenykedtek és futottak a Pirti jegyekbe, de nyilván vannak fiatalok, hál' Isten, és ennek örülünk. Az a baj, hogy vége a iskolai szezonnak, és most kevesebb a fiatal, a diák. A Maraton Egyesület mennyire tudta átvészelni ezt az időszakot? Vannak az Egyesületben új tagok, kitartanak a régiek? Az igazság az, hogy egyesületnek van több szakosztálya, tékvandó, kutyások vannak, tehát ők más helyen
és területen dolgoznak, de jönnek ők is, és segítenek bennünket, illetőleg, sőt, részt veznek a futáson is.